Leszámítva az első negyedet, mondhatni, az idény talán legjobb játékát produkálta az atomerőmű KSC Szekszárd ebben a bajnokságban, európai kupameccsen a Rózsahegy ellen. Szinte egymás múlta felül a két légiós, McCall és Bishop, nem csak a pontszerzésben, a lepattanózásban is. Kiismerhetetlen volt mindkét irányító, Studer és Elderbrink, akik alapfeladatuk ellátása mellett 8, illetve 9 pontot is betettek a közösbe. Jól és nagyon hasznosan lépett be a játékba a kispadról Jovanovic és a csapatvédő. Is összeállt. A Rusonberokban remek egyéni teljesítményeket láthatunk a két amerikaitól, Ellenbergtől és Jeffreytől, úgy szintén Sniskajtjétől is. Nem volt ennek a csapatnak gyenge pontja, jól muzsikált, de a 25 pontig jutó McCall-lal, valamint az egy hián 30 pontot szerző Bishop ellen ezen a meccsen egyszerűen nem lehetett ellenszerük. Volt gyors indítás golokot, volt szép figurák, amit nagyon hosszú, türelmesen játszottunk. Úgyhogy én azt érzem, kezdünk alakulni. Mindig megteszi azt, amit a csapat igényel tőle. Most az éppen az volt, hogy ennyi pontot dobjon, máskor nem szokott ez lenni, mert máskor megdobja. Hát 30 éves, neki tulajdonképpen ez a tapasztalat már megvan, hogy hogy tud hozzátenni a csapat az, hogy győzzön. Igazából nagyon büszke a lányokra, mert az volt a cél, hogy 7 ponttal nyerjünk. Ezt ugye még fölül is teljesítettük, úgyhogy nagyon örül az egésznek. A csoport első elleni győzelemmel már a záró forduló előtt az Európa Kupa H csoportjában biztosította a továbbjutást a KSC Szekszárd. Ekkor csupán a mérkőzés lefolyását követően az volt a kérdés, hogy első vagy második helyen.